tangaj lila. Helyen vagyok a gecibe. Tudok, hogy tényleg kitabletet. Honnan a fegyver lőtt fejébe a gecibe, kérem. Jó. A fegyvert most tegyük el. Grabusz jön után. Itt a Grabusz szegúpolnál. Grabusz azt szerintem belőle. Nem, a fegyvert, most rakd el. Rakd el, tök mindenki a fegyvert rakjátok el. Srácok, Audi sok fegyvert rakjátok már el. Srácok, amit Bunkó írt applikáción, ezt olvassák mindenki, aki itt van közülünk, jó? Nálam nincsen golyóálló, bazd meg. Faszottam. Állam. Hogy, Pablo, tedd már el. Fegyvert, tedd el, fegyvert. Annyi, hogy jól lehet, hogy szeretném látni itt. Ne, nem tudom, hogy ki Ordiban a rádión, de srácok, itt is szólok nektek, hogy rádión nézni. Megkérnélek titeket, nézd, megkérnélek titeket, hogy minden autó elé így álljatok be. Nincs csak golyóálló, az a baj. Nem baj ez. Mi a kódszám, mi a kódszám ennek az egésznek? Per Leon 4. Hol vagy Kicsó? Ne bújjunk el, mi a hol vagy Dodo? Nem kell elbújni, nem kell elbújni. Kicsó, gyere Kicsó, itt vagyok. Mi a Nanakin? Gyere már, hoztam a Skype. De csak a Kicsó, bazd meg! Tehát mi csoportunknak? Ja, nézem. Ki ez a piros zsip? Belünk. Ennyi. Belünk van. Nem kell semmi is át. Igen, ő a faszos. Igen. Nem az faszos. Egy kicsi faszos. Szítünk az RS6 mellett, komoly mi? Deres, hát mit? Hova írtam? Hova? Applikáció, mi csoportunk van? Mondjad! Sem. A lámpa látszik, hogy minden autónál. Az ebből legyen megjelenés. De mit? Hol? Mindegy. A megjelenés lesz, ha eljönnek, behugyoznak. Vigyázz meg! Nem mondom, hogy kapcsoljuk be azért. Ghetto Himmus. Na, nyomjuk! Ne, semmiképp. Toljuk. 44 liter van a kocsiba, úgyhogy... Kiálltok a gettó himnuszdik? Nyomjam hát! Belenyom ma a gyorbárnak. Ne legyen zene! Cseréljünk már helyet! Menj át a másik odalra, teső! Ja, meg a... Ne ebbe állj be, hanem a gázba. Csak itt vagyok a vezetőre. Itt van valók. Na, állj, de megy légy majd be, jobb kezdődik. Még egyszer ezt mondod, fejbe lőlek. Most mondom. És olvasd el az applikációnkat. Étszel legyél, köszi. Hát akkor csak tartok egy népszámlálást. Fekete póni. Egy fegyver ne legyen elővéve? Nem. Fekete póni 5. Srácok, fegyver senki nem veszi elő. Semennyire még. Jó. Srácok, 5 darab fekete pónit várok még. 5-öt. Fekete póni kupola. Gyertek. A póni mellettem, aki az eresek mellett áll egyedül. Nem az alól, hogy az előtt áll. Kaptak nagyon maximum. Ha lehet az eres6-nál, ne háttaláljunk meg. Úgy értem, itt nem messze tőlem baloldat. Lila pólóba, az ne háttaláljon már. Jó, hallod? Anasi, szólj már neki. A háttal, tesó? Nem állok háttal. Srácok, 4 ember. Meg az 5 embernek van 40-ig idejét érni. Olyan sok pizzé most. Ez a bűs, ide fog neki élni, ide fog neki. Kik vannak ezek hattal? Gondolom ők. Itt vagyok a William mellett, az a mondás. Én meg itt vagyok kettő póni mellett, legszebb, pontosan a mellett, szorolj legszebb. Na itt a Bálint is. Figyelj meg Bálint, ez az előbb ez mi volt? Micsoda? Semmi. Elmondtuk, hogy van. Nem hallottam senki. Srácok, kuplánál vagytok akkor? Igen. A póni álljál már, RS6-hoz kettel legyenek minden autónál. Bocsi. Helikopterrel mi vagyunk, srácok? Jaj, ne, senki ne vegyen elő fegyvert, semmi. Nem mi vagyunk, ha vigyel. Csak jöttek körbe, nézd. Miért van egy olyan érzésem is, hogy jönnek vannak a dihások? Akkor kilőjük a... Megmondjuk, hogy nem akarunk semmit, csak beszélgetni jöttünk. Ennyi. Most elkapnak, akkor... Érted, most ezzel nem lehet mit kezdeni. Ha úgy van, akkor belünk az autóba, azt kinyírjuk az összeset. Hallod, Enigma? Na gyorsan, hogy
Én szerintem már most fognak jönni itt a heli, most fognak jönni szerintem. Aki előveszi a fegyvert, oda megyek és én magam fogom pofán lőni. Amíg a S-betűs főnök nem szól, addig senki sem. Na most jönnek. Hallod F-bet is, ha akarsz, te is ide állhatsz. Szeretném. A fekete ponikról is vonatkozik. Fekete ponikról van, nincsük. Én, de már szaladok oda. Nagyon gyors, siessetek. Én megyek, jó, akkor nem szaladok. Srácok, amit előbb elmondtak, az ránk is vonatkozik, ugyanis S-bet is vezeti most az akciócsapatot. Ne úgy vegyétek, mintha parancsolnék, most látok csak, hogy ez az akció fontos. Mindegy, ha azt mondja, hogy, akkor azt ő úgy mondja, mintha én mondanám, jó? Mindenki lesz. Tőlünk van az ereset, remélt. Jó van, ide mellék, ide mellék, fél körbe. Hozzá. Jó, az a három ember érkezett meg, aki mondta, hogy nincs még itt. Én megyek. És itt nagyon-nagyon sűrűsök. Amúgy én voltam egyszer egy ilyen megbeszélésem. Kígyó. És akkor is így érkezte. Itt vagy, Kígyó? Itt vagyok. Jön a J-bet is, barátunk is. János. Yes. Nem mondod komolyan? Mindjárt érkezik. Fura jó. De most volt. Jön mindjárt. Mindjárt jön ő is. A nagy gépezettel jön? Nem tudjuk. Jó. Mondjátok, hogy kell jönni. Hát és saját tankotokra gondoltok? Meglátok, nyugodjának. Látjátok, hogy ha azzal jön, amire gondoltunk. Jó. Szép napokat, uram! Szép estét! Kívánok! Szép napot! Úgy is jönnek meg, nyugi van! Jöjjenek! Gyere, idő légy, van a Ferrari? Nem. Nem. Hát nézd, még itt emberünk, de várni kell, mert tudják a... Korszabon is van. Gyere, készítjétek a fixet, ebben vannak. Feketék, merre vannak? Nem tudom, de nincs itt, mondtam a 7 percet. Erre sokkal érkezem. Én meg oldalra parkolj le a többi autó mellé, ezt csillálj le. Fegyvert elő nem merj venni. Ja. Halljátok? Én még koncentráltam fel, hogy úgy egy kicsit később érkezik. De mindjárt ott vagyok. Kb. Jó, mindenki maradjon csendben most. Fettünk haza? Persze, itt vagyunk, itt vagyunk. Jaj. Hirtelen csöndes pillanat volt. Na. Az igen. Micsoda? Hát ugye a maszkokat nézem. Maszkok? Természetes? Kinek? Na. Elhallottam magukról a városról, igazából egy-két ilyen szókasztás után. Hát tegben, ha jól mondtam. A pokol. Hetekben. Utána ugyebár volt van egy e-mailes beszélgetés, valamelyik klienterrel. Utána találkozót beszéltünk meg, és akkor itt is vagyunk igazából. Megbeszélt találkozón. Pontosan velem beszélt az úr. Itt a... Aki magával szembe áll. Igazából azért gondoltunk, hogy beszélünk magukkal. Hallottunk ezt itt a városban, hogy igen. Van ez a hírhet Black Heaven. Nem tudom, mit tudok-e róla. Most valami... Alapjuk fel, és... Jó dolgot róluk. Na, nekünk felük egy elég problémáink vannak itt az összes embernek. Elég nagy háborúk szoktak lenni, néha. Azt velük vívódunk, és hallottunk egy olyan ilyesmi válságot, ami maga. Igen. Ez a... Most a Urbán túlmat igazából, ez a legálisabb
Nem csak áratot adta a papucsra már, nem? És így főre van a papucsra. Ezt így vagyok ahhoz. Nem baj ez, nem baj ez. Tehát, hogy a többi emberen is van pár papucs. Jó is az. Milyen is jó, már áthatod? Persze. Rádió. Így jó, ha kérdezik, hogy kik a feketék, mondd azt, hogy nektek az elit osztagotok, vagy valami ilyesmi, jó? Gyere fel, kupolához jég. Úgy lesz. Nyilván nem. Ja, basz, jó, csak pont telefonoztam. És aki mi az zöld ruhában van, az öltözön át a fekete lómot. Kidejön zöld ruhában a szervezetővel. Jó, jó, zöld ruhában senki ne jöjjön, aki meg rózsaszín, az meg úgy jön, ahogy eddig. Köszönöm szépen, Póni barátom. Amiket egész nap követett egy hasonló, ahhoz a gépjármű típusú, tényleg vagy meg egyedül gépjármű követett egy csomó ideje. A Udi vagy a Buda? A Bolit, Bolit, ha jól említem. Nem, csak a típusú lesz. Jó, mindegy, ez kérlek szépen egy 2 órája húzta a kamion. Ha nem erre, így szerint csak típusú lesz, vagy egy ilyen autót is követett. Nem tudom, hogy veletek van-e, hogy nem. Egy kérdés, a heli a tiétek? Igen, igazából azért van belünk a helikopter, felmérjük a terepet, semmi átcsolat, mindig. Igazából végig vagyunk, nem tudjuk, nincsen, valóta. Igazából megmondják el, hogy mit szeretnék. Mondták, hogy miért van. Mondták, hogy miért van. Mondták, hogy miért van. Mondták, hogy miért van. Srácok, egy mérföldre vagyok, fehér mertűvel megyek, ne lőjetek lénykős. Mertünk, gyerek. Köszönjük. Milyen ruhában vagy? Köszönjük, hogy feketébe ugye nem zöld? Igen, feketébe ugye zöld. De... sajnos... úgy néz ki, el is eljött az idő. Fehér mertföld is ott vagyok. Rádió csönd. Rádiócsönd legyen már, srácok. Srácok, rádiócsönd van. Nálam senki nem beszél rádión. Ez a jel, nem? Ez jó. János, a rádiócsönd azt jelenti, hogy felkészül. És hogyha azt mondják, hogy jó, akkor lesz fegyver előzítve. Köszi az info. Hová jössz a jelenetően? Fehér Mercia, miért mondjuk, hogy egyik ember tudja. Jó, de akkor fehér Mercia, mindegy, hajd ott a kocsit, gyere be. Oké.
Tövök fel a csak kacskaringos úton, de valaki követ. Nem, majd gyere csak föl. Milyen autó? Engedje, menj arra. Menj arra. Meg vagy? Belégünk is. Értem, hogy mire gondolnak itt most már. Lássa már, tudom is. Srácok, szerintem lassan kezdjetek el közelíteni, de csak nagyon lassan. Jó volt a sem. Ezek elmondásuk szerint és előzetetem most már nem csak. Mi is átadtuk a zöldeknek. Gondolom nem ok nélkül, mi is, nekünk is átadtak a zöldek. De én itt lényegében arra lennék kíváncsi, hogy személy szerint szemtől szemben mi átadtunk-e maguknak, hogy maguk átadtak-e nekünk. Őszinte legyek, én önöket most látom először. Honnan tudjuk, hogy nem fognak átadni a közeljövőt? Ugye ezt ugyanúgy feltehetjük ezt mi is, ezt a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy maguk nem fognak nekünk átadni az elmúlt időben. De ha eddig mi nem került rá sor, akkor nem tudom, hogy ez most hogy vörült fel ezen a tárgyaláson ez a kérdés. Hát ez a baj. Mióta vannak a városban? Bocsánat, állagok. Egy-két hete. Azóta szerintem én maximum egyszer láttam ilyen maszkos úriembert, meg régről van egy emlékezetem, Tutita, képzeljék el, hogy Csunikorn is. Mm-hmm. Egy ilyen bolond kínainak volt a barátja. Ennyire emlékszem, hogy Unicorn is szerint. Ilyen maszkos, Unicorn is maszkos, mert ez az, nem? Vagy Póni, vagy milyen? Csunikorn is. Állunk is van most egy ilyen. Srácok, az újatokat lassan készítsük a fegyverekre, jó? De még ne vegyétek elő, csak lassan készítsük. Jaj. Ahogy hallottam, hogy még nem lehet elvittem fel. De mi úgy döntöttük, hogy maguk felé igen. Jó, srácok, jó. Helikopter most az a szájon. Vigyázzatok, kocsit elő! Csak akinek fegyver van, nyugi, aki fegyvert adhatottak az előjéket. Kocsira rámegyünk. Kocsit elkapom. A helyében szerintem csak infó. Jó, jöjjön a jeep mögöttem. De is. Nájá. Főbasszunk. Jöntöm ide a kaszfaltra, körülbelül 60 lehet, pedig veszem. Idejövök egy kis bolondos úriemberhez. Mondjátok még, hogy nem száll, legújót fog kapni most. Magál hamburgert, Coca-Colát, 5-szert, a zsebébe táskáját kihúzom, van benne 5-szert. Energiaital, rádió, segítás. Levegy, lent vagyunk. Először egy beszéljen. Elkezdünk infózni, hogyha jönnek az autók, egy bugával meg egy jeepbe, lent vagyunk már a városban. De be kéne szállni, srácok. Elég nem akar leszállni. És nem mindenki ezt. Menjünk még egy bolidda? Srácok, maradjatok. Szerintem rádiót vegyük el tőlük telefon, dobassuk el velük. Vagy rádiót, azt ne. Hullákat átnéztétek? Hát. Ültessétek be őket az autóba, menjünk el innen, szerintem is. Lassan. De hátra.
Na, srác, tényleg az legyen, rádió, telefon, el. Telefont mindenképp tartsátok meg, kérjétek el. És akkor kocsiba vált, vigyük is el innen őket a tarnokat. Itt a jeep, Megyünk utána, mert megy még egy felfele. Ültessétek be őket az autóba, egyet se hagyjatok ki. Ezt tudok, melyik golidot elengedem, mert ez nem tudja. Megyek veletek, jó? Jó, segítek a lúgóba, és megmozgom ugye a kettő kezét, hátra húzom. Majd megfogom a vállát, elkezdem magam előtt vezetni. Besegítem az úriembert ebbe az autóba. Ezek a csomagtartók, mi valaki kívánok? Úra gondolj. Srácok a... Jó, megfogom hátra. Merci mögé, mindenki álljon be. Itt a jeep, bátjuk. Jó, srácok, pattanjunk meg innen, légy szíves, mert ebbe a balra. Megy a jeep! Ne pitáljétek már egymást így. Valaki ide a jeepet? Megvagytok pár? Ja, haszantam. Mit ugrat a jeep? Hagyjál már! Mennyi mi adja? Elszállogat. Köndet hát. Hozd le valahogy. Jó. Rámutad, légy. Gyere le, azaz. Nem vagyok fárgosz, most izé, ilyen rossz kedvem vagyok. Jaj, jó vagy. Gyógyulások. Szép. Kedd itt a nyali amúgy. Baj megkitálni a kocsit. Én nem gyönyörű. Vagyok én. Baj, bomba, jó. Jó van. Nem neked mondom, hanem a sofőr. Ja, azt hittem többet összeveszünk. Elnézést. Megvagytok még itt? Merre mentetek, srácok? Lefele gazdag negyedről. Jó, megyünk mi is, hol tarik? Vigyük a kórcenter? Így jó, én tudok egy nagyon jó helyet. Jaj, srácok, el van tervezve, csóval megyünk, nyugi. De mondjátok el, mert mi fönn vagyunk a frankban. Tudjátok, van egy ház, ott van egy tó, és ott fölötte van egy ilyen nagyobb ház, van medence, meg minden. Ezt nagyon jól elmondtad, hallom. Hát, nem a frankban. Az egy öreg ház, nem az egy ilyen... ...gaznak egyedi ház. Senki nem maradjon le. Melyik ház? Igen, Jersey, nem lehet támadni. Ugyanaz a ház, mint a miénk, csak a következő, ha így jel. Nem. De gazdag negyedbe? Igen. Akkor... Heli, az hova lesz, srác? Geci. Konvolyban előzzünk. Mi a geci csinál ez a fiát? Ez a fiát, azt próbáltuk menni, hogy megyél el neki. Csak, mit vagyunk lesz a ház. V-hangú unikor, és mondom neked, hol fogunk menni. Azt is nagyon nehéz ugye, van ez a tó, tudod? Ez a nagyon nagy tó itt közép tájt a térképen. És ott van egy hurok. Ott van egy hurok. Benne. Milyen hurok? Van egy hurok. Majd segít, úgy hívják a tón, hogy Vágyhúz hír. És ott a hurokba? A hurok utáni ház. Konkrétan benne a hurokba, a hurok között. Kígyó. Sárcok, mindenki álljon be mellé, igen, na, igen. Másnak menjen. De nem tudunk úgy megállni, kígyó, hogy azért? Kaparásban legyenek az autók, ide a tető alá. Mindegy. Hát a helinek nem kéne, lássa. Szálljunk ki. Segítek az úriembernek kiszállni. Várja. Csak ki segítek, akkor ki is szállnak. Várja, mert segítek, kinyitom az ajtót, belülök. Oké. Kinyitom az ajtót, meg kikötöm a biztonságjövét. Segítek az úriembernek kiszállni. Akkor nagyon szorítják ezen arra. De megyünk feljebb, srác. Majd dobjuk. Pincseljen meg ezt az urat itt. Most kérdem, hogy tudod, hogy nem viselkedni. Én tudok viselkedni, uram, de meg is bilincselhetnek. Jó. Nem kell megyek a tetőre, srácok. Jó, felmegyek a tetőre, biztosítom, hogy a kezét tegye fel. Felmegyek a tetőre, biztosítom, hogy a kezét tegye fel. Felmegyek a tetőre, biztosítom, hogy a kezét tegye fel. Felmegyek a tetőre, biztosítom, hogy a kezét tegye fel. Felmegyek a tetőre, biztosítom, hogy a kezét tegye fel. Felmegyek a tetőre, biztosítom, hogy a kezét tegye fel. Felmegyek a tetőre, biztosítom, hogy a kezét tegye fel. Felmegyek a tetőre, biztosítom, hogy a kezét tegye fel. Felmegyek a tetőre, biztosítom, hogy a kezét tegye fel. Felmegyek a tetőre, biztosítom, hogy a kezét tegye fel. Felmegyek a tetőre, biztosítom, hogy a kezét tegye fel. Felmegyek a
majd állok a jobb oldalára, belenyúlok ott is, és zsebébe találok benne kapó, és csinált belenyúlok a forra sebébe, benne a segélytársba. Tehát a másik forra sebébe van bármilyen. Engedd el, jöjjenek. Hozzátok be azt a Pali nevű urat is ide hátra, mint ha jönnek kellene próbálni. Megadom az úrnak a vállát, majd nem ezt mondom, hogy jól. Elvettetek tőle. Barunk fel, vagy szikor alapjósogat alapjósogat. Minden biztos. Nem vettem le. Nem, Kísérítek marad, és eddig leveszed. Ti maradjatok itt páran, Aladevbetű, gyere. Ti maradjatok itt hárman elől. A többiek helyezkedjenek el, jól itt, és öt embert szeretném mellettem látni. Nekem nem lehet. Majd jövök mindjárt vissza csak. Viszont igen. Le tudod venni rólam gyors kicsit? F, vedd le róla, mögötted. Mehetsz uram, menjél csak, menjél. Menjétek arra, menjél csak. Menjél csak, menjél csak. Jó, kövessük. Még helyezkedjenek el. Helyezkedjen mindenki. Helyezkedjünk azok is, akik itt állnak. Többiek is. Ed a falik mellé. Ide jövök az úrhoz, megfordítom, levágom róla a maszkot. Azt a mindet. Hát, nem mindig kóra sokan vagyunk, nem mindig. Szóval, urak! Bemutatkozzak ki? Mindenki srácok, ott a három, először öltönyösnél se kell annyi ember, először a három, négy ember, helyezkedjünk el, keressük fedezéket, jó helyeket. Először is ha valaki fel akar még fel tud jönni, esetőre megmutatkozunk. Mindjárt fölmegyek. Szétropan az agyam. Jó, látok, hogy... Honnan is ismerjük egymást? Egyszerű történet. Egyszer felkeresetek ti szépen minket. Bejöttetek a kis házunkba. Vendégül látunk titeket. Füvet kínáltunk nektek, sőt még ingyen is adtunk. Arról volt szó, hogy szépen oda fogtok fáradni. Folyamatosan venni fogjátok a drága füvünket. Erre mit ad az Isten? Találkozok veletek, pontosabban ezzel az úriemberrel, a Black Heaven-esekkel. Bocsánat, le is venném a maszkomat. Kivel? Sziasztok. Ott nem ismerem a lát, ki magam. Nem ismersz engem? Nem mutatkozik be? Én ismerem. Én láttam, emlékszem rá. Én vagyok Flash, tudjátok. Én vagyok Flash, a Grove Street Families-nek a vezetője. Az igen. Most leveszült a maszkom. Itt az összes fekete póni, az Grove Street Families. Leveszem. Akkor miért nem a saját ruhájukba jöttek, uram? Miért nem a saját ruhánkba jöttünk? Azért, mert most fogjátok megtudni, hogy kik vagyunk. Hát, már tudjuk, ha már találkoztunk magunkkal, hogy csak tudjuk, nem? A tulajdonképpen nem fogjátok felejteni. Én elhiszem, hogy elhiszem felejteni. Lehet, hogy de már régen... Hogy most elfelejtem ezt az adott szituációt, a régebbiekre emlékszek. Gondolok itt a tegnapi tárgyalásra. Gondolok itt a fűvásárlásra. Na, pontosan rátértél arra a lényegre, ami miatt most pontosan itt vagytok, srácok. Van fű? Nem, a tegnapi tárgyalásra. Hát, azt kaptátok. Kicsit rosszul érintett minket, hogy ti... Azt mondjátok, hogy nem teljesen vagytok jóba a Black Heaven-nel, viszont elég erősen támogatjátok őket. Tegnapi nap volt egy elég erős lövöldözésünk veletek meg a Black Heaven-nel, és az a baj, nem figyeltetek oda, de egy-két emberünk túlélt és elmesélte nekünk ezt a szituációt. Ezáltal jöttünk busszút állni. Rajtatok, majd idővel a Black Heaven-en is. Nem láttam ott egy bóni maszkosat se, de biztos, hogy így voltak maguk, szóval mondják, rá hiszem. Konkrétan az a baj, hogy nem mentünk fűjé vissza? Nem, konkrétan az a bajunk, hogy ki akartunk építeni egy nagyon jó kapcsolatot. Ami barátság. Azt eredményezte volna, hogy szépen odajöttök, megveszitek a kis fűvünket, elszívjátok, van belőle pénzünk, ti meg szépen drogozgattok magatokat. Így van, ez volt nekem is a terve. Na, ez volt a terv. Viszont mi történt? Tudja, hogy van a hierarchia ranglista, nem? Hogy van a hierarchia ranglista, mondjuk. Tudja, van a növényevők, annak a ragadozók, először úgy van, vannak a ragadozók, vannak a növényevők, van a hangya szár, van a ghosty, és te az alatt vagy. Mm,
oda bölcs, hogy érdekes haver, mert azért gyorsan elmondanám neked, hogy a Grove Street, Grove Street-et nem véletlen támadja a BH, csak kicsit gondolkozzunk el rajta. Miért van az, hogy lenne másod lenne? Miért van az, hogy a Grove Street-et támadják? Miért van az, hogy féltik a helyüket? Miért van az, hogy egyre többen vagyunk és egyre jobban be vannak szarva tőlünk? Miért van az, hogy eddig tárgyalni a BH egyedül jött, most már titeket is segítségül? Igazából vicces, de nem hívtak, hanem csak pont kerestük őket ugyebár. És szóval csapultatok tele fegyverekkel, igaz? Hát mindig úgy járkálunk, uram. Most is volt nálunk. Életed, igaz? Életem. Most is van nálunk. Most is volt nálunk. Megkérnék egy urat, hogy kinél van itt kés közülünk, bárkinél is. Állam van. Na, megkérnék három-három ember, vagy mi az három ember, hogy egy a kobakosat, egy a palit és egy a középső kis... Szia palikán. Feka urat. Azért szia, azért szia, azért szia. Hát egy kicsit azért, hogy nem legyen a hang össze-vissza, srácok, légy. A kés. Akkor itt a késemmel... Méterenként legyen. Csodatta, levágnod a kis bajszát. Várjunk egy picit, hogy légy szíves. Nem ők. Levágnod. És egy kicsit. Álljatok meg! Nekem még egy kicsit rosszul esett az itt a drága, hogy hallottam Dancsi úrtól, ugye? Igen. Múltkor volt egy kis összezörrenésünk a BH-val, igaz? Ott a főpublik előtt. Ja, hát igen. Na majd most kérek autogramot, jó haver? Ti voltatok a nagy rajongók, bácsi? Most az elfeszi szépen. Majd most kérek autogramot. Most még egyszer átmegyek rajta. Ja, oké. Leírom még alá, hogy szégyen. Leírom. Tudod, annakor. Akkor jó, partizod a Amikor elrabolták őt. Dodót? A gáton. Aha. Én pedig kilőttem két embert. Aha. És ők voltak ott, elvileg. És elvileg engem megkínoztak. Aha, gyere csak. Mutasd meg magad, gyere. Belevágtak az ajkamba. Aztán egy óbetűt. Akkor hagyjuk be a sepit. Ne várjál már, akkor megfogom. Srácok, meg tudtak állni a kínzással? Mondták, hogy nem, akkor nem. Elég vidi. Elég. Neked is elég lesz. Jó. Na, következő kérdésem lenne még a drága urathoz. Melyik őtöknek ismerős ez az avarc? Melyik? Itt ez. Én láttam. Én láttam, ott volt kint a gubacsin. Igen. Haver, mutasd már meg, hogy milyen kínzásokat tettek rád, légy szíves. Hát nem emlékszem szinte semmire, viszont úgy kértem a kórházba, hogy egy kibaszott nagy szármen a hátamba vágva. Ez kicsoda. Hát a tök jól áll. Fejjebb az áll. Helikopter a miénk? Én nem ismerem. Igen, miénk. Helikopter? Velünk van. Nézzetek a hátam. Nem tudom, látjátok-e. Látom. Velünk van. Na mondd, hogy mi történt gyorsan. Srácok, még mindig túl sokan vagyunk itt. Tudom, te sok. 5 emberről volt szó. Még mindig nem vagyok a testvérem. Mondjuk azt tudjatok szélni kicsit légy. Ki mondta, hogy neked mondta? Látod, csak nem mondta. Mert valamelyik hátában azért ezt visszaadnám. Hát az ügyben van. De mi van odaírva, uram? Azt mondaná? Hát nem tudom, mi van odaírva, viszont egy szárny. Srácok, én viszont kérdék csak. Lehet, hogy sok Red Bull. Flash odaadom az enyémet, gyere. Az nem tudom, hogy tudja. Az aláírásos úrnak egy aláírás virkantanát a hátra. Én a távolba. Én is ráírtam, hogy szégyen, palikán. Adom, tessék. Milyen érintett, úgy látom. Milyen érintett, olyan ember bázol, aki olyan megkapos vagy. Rambam. Meg légy szíves. Hát ezt szerinted... Nem! Megkérdemelted. Az már kiállt neked.
Igen, majd mindjárt kiállt, igen. Ne szálljon el, ne szálljon el. Szépen megfogom az úriembert, előveszem a késemet. Hátamon tele van, oda van a bésre, sok itt a sok. Hát már önre sem meg fogok halni, Geci. A senkire egy faszt vágja rá, azt hisz. Aha, azt megnézném már. Úgy ki légy szíves a bal kezedet. Óha. Már mit van, tesó? Azon egy maradt volna, jó közé már itt ül. Jó, szépen a felső részére. Elkezdek ráírni egy F betűt. Ó, Geci, kurva anyád. Jó, szépen kanyarítom egy elbetűt aláírásnál. Nekem is vajon. Húzok egy A betűt. Pont gyűjtöm őket. Húzok egy S betűt. Kámek szépen jó nagy H betűt ráhúzok. Vélem, most már megtanuljátok. Itt az aláírás, Robert, ezt legközelebb is kérhetsz meg ott. Hallottam, megtanuljátok? Persze, hát ezek után persze, hogy megtanuljátok. Nekem tetszik az úr. Hú, egy barát. A két kezén az az úra. Szerint már le. Oh, de már... Örökség. De. Nem baj. Grove Street Families mindent velem észre. Lecsütölöm. Lecsütöm az órát. Hát ez így van, tesó. Ez így van, tesó. Megfogom, leteszem ide egy sátaposok. Így úgy, gyere egy kicsit. Miért nem jössz rá? Megint okos vagy, megint okos vagy. Szemézz egy kicsit. Ne okoskodjál, ne okoskodjál. Jé, szegény. Nem, kicsit. Levettem a szemüveget itt a kezembe. Fölsőmet. Hátrébb megyek. De jobban kényelmes. Meg fogom sinnen, nekidobom az úrnak a szemüveget. Család vagy több. Tudod, hogy milyen család? Ez olyan vicces család, mint régen volt a Lost MC. Igen, attól is vétetek. Attól is vétetek. Ne ügyögesse uram, ne ügyögesse uram. Kérem. Volt a csukba. Később megkérem levágni róla a ruhálatokat. Makker, nem áll. Pedig ez drága volt. Kicsit belegesz a bőre alá. Igen, csak meséltek volna a tipszesek, illetve a... Ide húzom magam elé, benyomom. Mit meséltek? És meg a körbe. Ne, 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 ez kell neked szereplés, Buzi? Kuska, soljálma, jól teszed magad? Jobbjad, lökjed! Hallgatom, haver, lökjed! Ugyj, erre kíváncsi vagyok, mondj! Csak az nem tetszik, hogy önbecsületesek igazából, más lesz alatt. Érdekel, hogy mi nem tetszik. Miért mondjad, haver, mondjad! Nem érdekel igazából. Lökjed. Na. Legalább mi egyedül eljöttünk, bátya, nem jutunk senki. Igen. Meg fogja lenni, nyugodtan legyél, elég sok helyen meg fogja lenni. Ezt az újadat mindjárt fogom törni. Mindjárt fogom törni, ezt az egy újadat. Szóval akkor, gyere el onnan. Na, akkor indítom a felvételt. Ezt is te mit mutogatod? Azt is törd le. Ismételni fogjátok, amit én mondok, rendben van? Ez a repülőzet egyébként jön. De van? Kígyó, menjünk kicsit arra, ugye. Kígyó, itt a Grove kilép, úgyhogy intézzétek. Akarna. Jó, menjetek. Nekem ennyi elég van előre. Vigyázzatok magatokra, srácok. Én intézném. Gettóért megyek és a gettóért lövök. Mit mondjunk, uram? Mondja miért van. Örökké. Ma kell menni. Örökké. Tess, a gettóért megyek és a gettóért lövök. Pónik. Iskai. Puskai. Iskai. Csicskái, nem puskát mondtam. Ez minusz egy új lesz, ahányszor elbasszátok a szót. Csicskái. Igen. Monti! Kicskái. Csicskái! Monti, te is! Mondtam uram, csicskái. Húrus, puska, ne süketelj, jó puska. Akkor, amit kell mondani, a pónik mindenekké csicskák, vagy mi? Hát de ezt lehet érteni, uram. Ne lőd le! Akkor előről kezdjük.
helikopter egy legyen. Na jó, akkor várj, előveszem innen a kis élő dobozkát. Hozzáteszem a kamerához, akkor innentől élő az adást. Na akkor, szóval, akkor. Örökké. Örökké. Vidi, az meg. Vidi, örökké. Ja, ja, azt kell ezt is. Örökké. Na. Pónik. Pónik. Kicskái. Kicskák. Kicskái. Kicskái. Maradunk. Marad. Milyen tetszett az adás, ha nézzük meg, ez is teszem a kamerát. Mert az éjjel. Megnéztem, mennyi néző volt? Jó, Jó, én tudom, hogy kimaradjon srácok. Nekem van egy... Hadd mondjam meg, kimaradjon, jó? Jó, mondjuk. Ki volt a legjobban? Ki működött együtt a legjobban? Te, akire fogom az kedves volt. Ki gondolta volna? Fali maradt. Fali maradt a legegyütt működőbb egyébként. Hát, szóval. Én nem tudtam, hogy ott újjára. Ő nem popázol. Akkor felvettem a... Ura, oda, ne kiabálj, ne. Utolsó szó. Ne bántsak, kérem ura így. Utolsó szó. A testvérek összefognak. Jó van akkor. Úristen. Ez mi a geci volt? Elég. Jó, meghaltak, hagyjátok. Hagyjad. Ennyi, ne szóltok egy szót sem. Tudok a póni fázik. Ugor majd egyet póni, mert fogarás lát. Oda megyek a zsebéhez. Láttam, lőszert, hogy gyors kiveszem. Gulyó álló mellényt, azt is szépen. Hallod, Szeszi, majd vedd el fel az ilyen lómaszkot, jó? Köszönöm.